aquí. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! 5. verseny Simcovets bajnokságban, helyszínünk Róda, Atlanta lesz, ahol még szerintem soha életemben nem versenyeztem, úgyhogy igazi innyentség lesz számomra.
Mindenbe belekezdek, elnézést ért, hogy nem volt stream előző héten, csak hétfőn, de az internettel eléggé küzdöttem. Röviden összefoglalva, hétfőn este VR-ról, kedden, ugye, most akkor államtalanítottam, kedden visszajött a net, és akkor ilyen 25/2 mértem nagyjából, ami borzasztóan kevés. És hát ugye szerdán próbáltam is volna streamelni, de hát elég kevésnek bizonyult az a 2 megabites feltöltés. Főleg, hogy alapból 6000 kilobit elmegy a streamre. Úgyhogy hát egy 4-5 telefonbeszélgetésbe került a T-homosokkal, amire hát eredetileg 50/15 volt, most fel sikerült tornázni 50/12-re, ami mindig nem az, mint ami eddig volt, de legalább már működni fog a dolog. Remélem, hogy a géppel sincs gond, mert az előző heti, nem, 2 héttel ezelőtti előző héten volt Track széria. Ott eléggé darabos volt a stream, úgyhogy írjátok meg, hogyha most esetleg probléma lenne, de lepróbáltam, és elméletileg minden tökéletesen működik. Szóval, mostában nincs valami jó szériám, és éppen miatt, bár igaz, ott vagyok a bajnokság 3. helyén, és csak 10 pont a remaradásom Tim Gáborhoz képest, de azért az... beoszható végül is, de Cseh Tamás viszont a 4. helyen nagyon jön. Hát Kis Balázsról ne beszéljünk, mert hát ő egyszerűen megfoghatatlan, mint most, mint általában. Viszont Cseh Tamás az utóbbi versenyeken eléggé szépen előttem végzett, úgyhogy most előtte szeretnék végezni. Pontokat hozzak rajta. Hát aztán egy Tim Gábort elkaphatom-e? Hát az kérdéses. Hello Boiler! Hello! Hát elfelejtettem, hogy hogy is. Flamoxid, Flomaxed, Flemaxed. Az öreg megbízható téhom. Hát igen. Eddig semmi, évekig semmi bajom nem volt vele egyébként, de most... most összehozták. Ami fontos, hogy csak 45 perces lesz az időmérő, mivel hogy másfél órás lesz a versenyünk. És... az LMP3-as autóval fogunk versenyezni. És minden igaz. Akkor most. Re. A versenytempót, meg a boxot meg kell nézni. A box az melyik? Balra van, vagy jobbra? Van balra is box, meg jobbra is box. De gondolom jobb oldalt van. Befogadnak. Tehát amikor utolsó kanyarról vagyok, akkor jobbra kell kanyarodni. Ajjajjajjajjaj. Hello Zsófi. Igen. Jobb. De ezeknél az amerikaiaknál nem lehet tudni. Sokszor úgy jössz ki a boxból, hogy... Milyen szórakoztató stream lenne. Hello. Jajjaj! Aha, és akkor itt kell bejönni. Igen, jó. Hát biztosra kell menni, igen.
Á, nem, kipróbáltam jobboldalival, sajnálom. Hát mert... Kár, hogy nem halljátok, nagyon kár, hogy nem halljátok ezt a beszélgetést. Jó, szóval leszimuláljuk, hogy kijövünk a boxba. Te hallod, Zsolf, igen. Magas szín. Hát lehet benyomom az időmérőt is, miért ne? Magas szinteken súrol. Hát Zsófi, neked ilyen extra izéd van. Hozzáférésed az ilyenekhez. Na szóval... Na szógyán, Gabi feljött a GT-vel, a Corvette-tel. Ja, a gumit nem hiszem, hogy kell cserélni. Hopp. Jó. Előny az extra hozzáférés. 13 másodperc. Uh-huh. 13 másodperc 50 litert tankolni. Jó. Mivel? Jaj! Jaj! Szeretnétek ti azt. Ú, van egy stop and go. Francba. Ajajaj! Jaj! A magyar fiú picit eldobta. De én most már letöltöm a büntetést. Na, menj már! Menj már! Zsófi, mintha ezt nem szoktad volna még meg. Na, használhattad a parancsodat. Hello Omnius, szia. Yeah. Nem hallottad. Hello. Jó. Szóval 13 másodperc. Akkor most kérdés. Ilyet még nem csináltam. Hát bocs. Vissza kell néznem. Mi lehetett annyira fura nevetés?
De hát... De a mi autó... De a mi autónkat például a hotlapon nem is P3-ba írja, hanem hogy Annonnak. Nem ez a nevetés miatt kezdtem el nézni a streameket. Hát bocsi. Gyanús is volt, igen. Hoppá. Na, most megint megváratom, hogy kijön a csapat. Jó, gyerünk. Elnézni, Zsófi, igyekszek minél hülyébben nevetni. Ó, már megint nem jöttem be a pit limitert. 14 szek a gumit felrakni. Akkor nem hiszem, hogy gumit cserélek. Na ez már az a nevetés. Oké. Okay. Ami nem szaggat a stream? Minden jó? És viszont az a kérdés... 100. Sose volt még ilyen jó. Köszönöm szépen. Mi a skinnel van a pályán? Szerintem már az időmérőket is kéne közvetítenem hangba. Ki árul hozzá, hogy hangját kinyomhatom időmérőn is. Jó, eddig döntetlen, igen. Na, valaki még adja hozzá a jogosultságát, és akkor... Opa. Bezártam volna. Ajaj. Ja nem, csak megnyitottam. Pont nem figyeltem. Bakiz. Jani le van maradva, mint mindig. Na. És mikor indítod el a sub-channeledet, Jani? Mi az a sub-channel? Hát a alcsatorna. És mi lesz rajta? Hát ilyen versenystratégia, tippek, trükkök kezdőknek. Bocs, megint túl korán mondtam, hogy ezt már hallották? Igen. De akkor jó, konyogatlan. Köszöntjük mindenkit, megkezdődött a... Hétfő esti láz. Négy tizedet dugtam el. Mentél? Jaj.
Szóval lényeg, hogy van hátra 32 percünk, jó. Most letesztelem még a versenystratégiát. Ja, várja. Hány kilóval vagyok kint? Igen. Jó. Már nem felülnek az árnyékok. Sziasztok! Szintom a hello! Cső. Megérkezett Tim Gábor! Jani, őt miért nem kérdezed meg, mi? Gabi, az, ehhez hozzá van szokva, hogy mindig hang és videó felvétel készül róla. Most üzenhetsz a nagy nyilvánosságnak, Gabi, ami mindig nyomja. El kell fogadni Jani GDPR-jel. Mi van? Mondd azt, hogy igen. Biztos igaz. Nektek van igaza. Ennyi. Jó, mehetsz tovább. Voltam olyan hülye, képzeljétek el, hogy följöttem edzeni legalább egy 40 percet a... Két éjjön éve. Igen. Hát ahogy ezt tényleg csak ő lesz, ilyen hülye. És hogy ment? Figyelj, a pályát megtanultam. Jó. És az autót? Gondolod, visszajöhetsz azzal. Nem sok vagyok. Az a hogy 16-ot mentem, vagy 17-et mentem vele. Ja, nem sok különbség van amúgy a kettő között. Hát azért a Le Mans-ban is ez a bajuk, hogy nem nagyon tudnak elhúzni. De Le Mans-ban nincs LMPR-nak. Vagy hol a faszomban mennek egyébként? Elemes. Az. Az elemes. Elemes, ja. Elemes. Hát igen, elég a egymás nyakán voltak most Paul Ricciardon, az biztos. Szóval alapvetően ez a kategória annak van kitalálva, a nagyon gentleman. Nagyon gentle, de azért már van pénze egy prototípusra. Hát gentle, prototípusra menni a bendorna. És megnézem. Nagyon elállítom, azt tudja. Két kört melyek telitankkal, két kört 75 literrel. És akkor megnézzük, hogy melyik adja ki jobban. Eddig 18-0. Fordulj már, te rohadék! Gyanítom, hogy nagy különbség nem lesz köztem. Összesen 150 liter kell a versenyre. Az első vagy a 4-es vagy 3? Nekem 5. 4-es vagy 5-ös inkább. Túl kicsi szárnyak hova égott? Hát? Neked kell tudni. Mennyi az? Átküldtem imi. Jó, de én MD-ba a kisebb szárnyakat raktam. Na melyiket? A GT-szet napot? Igen. Melyik izé upgrade-el vagy Dobi? A... Medium, vagy mi az a... Mit tudom én, nem a legalacsonyabb ütővel. De nem is a legmagasabb, a középsővel. Akkor azon vagyok. Medium. A chassis-nél meg tudod nézni, egyébként ott van a dive plane. Hogyha lowvertir, akkor azt hiszem a medium vagy ugye a lóval. Ha meg a nagyjal, akkor meg upper lowvertir. Lóval? De hát ez egy lóval. Nincs ló. R-rel. Lóval. Ló... L... 17-6. Meglátjuk. Nem hiszem, hogy sokkal gyorsabban lehet menni. 25 liter minusszal. Elfordul 5-ösbe nekik. Nagyon jól lehet. Igen, majdnem befértem 5-ösbe. 3-as. Na mi jó? A Freak biztos úgy van, amit mondasz? Mi? Azok a, az upgrade dive plane-ek, szerintem az mindig ugyanaz, nem? Chessing, azaz. Hát a Chessing-nél látod, ahol a Caster, Freak milyen, köcsömet állítasz. Milyen szakmaian mondja. Igen. Ott nem tudod állítani, csak kiírja, hogy ilyen lemezek vannak elől. Egy kis spoilerek. Igen, az oké. Igen. De...
Én szerintem, amit te mondtál, az nem egyezik azzal, amin én vagyok. Hát... én nem tudom, te mivel vagy. Na, mindjárt. Lemegyek, ezt megnézem. Na, mondjuk ez egy jó futam lesz, mert még egy épkézlábköröm nincsen. Jajajajajajajaj! Igen, és most elmegyünk. Ha jól tudom, alapban a legmagasabb... Gyönyörű! Állítottam már rajta. Ja? És na? Állítottam rajta, és ugyanúgy azt írta, hogy izét, hogy... gyerekek, nem így kell menni. Upper. Most azért megnézem, hogy mi a... ja. Szerintem az nem teljes mértékig releváns. Így egyre se végig lehet menni. Károly büntet érte. Kell sötétedni, az a baj. Hát ha rontok, akkor már úgy nagyon, nagyon rontok. De van véve a Colin is az időgyorsítás. Ja, úgyhogy este lesz szerintem. Végére. Rövidebb is, ugye? Ezt nem lehet külön szabályozni, nem? Nem. Vagy van, vagy nincs. Hát most vagy a fényviszonyok miatt vagyok lassú, vagy nem tudom, de... jó setup. Jézusom, hogy jön? Nézzar! Nem, jó! Menjél! Köszi! Hát szerintem Katali tankul fogok indulni. Gabi csak azért jött fel GT autóval, mert a monogramja is GT. Vagy azért kezdett el a Gabi autó versenyezni, mert az a monogramja egy GT. Akkor már ki kell használni, nem? Ja. Szerencsé, hogy nem az jött ki a monogramjából, hogy Barbie. Nem si csak elrejtem, hogy egy GT. Tényleg? Aha. Ujj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 
Na jó, én nem lesz hát jó. Hát a monogramja. Ja. Ez volt a néptáj. Ja nem, igen, egy kiállás, 50 liter. És Gabi minden versenyre külön csisak? Persze. Per, hogy? Már évek ugyanaz óta ugyanazzal megy. Fehér, két éve nincs annyi pénzünk, hogy lefessük a rallit. Jó. Kedves néző, te aki rendelkezzel támogatási képességgel, támogass Gábor. Vagy egy fizess be a tehetségtelen fiadat, és szenvedjetek. Odapirítós volt. Hát ez történik mindig. Jó, Istenem. Hashtag admin megmondja. Jó, Istenem. És akkor tanítom nagyon sok pénzért, amiben én is tudok versenyezni. Van ilyen? Hát biztos van, ahol ilyen. Tim Gábor iskolája. GT? GT Akadémia az kicsit más, nem? Nem, nem. Innen jött. GT Akadémia. Gábor. Kérjél már jogdíjat. Jó Istenem. Aj, de szép sötét lesz. Olyan gyorsan mentél Amerikon, besötétedett. Időt utaztunk egy egyenes alatt. Elmentem egy időzónát. Már fekete lyukat is látod.
és majdnem megfogtam. Majdnem. Remi. 15-2-es idő? Ajaj. Drifto! Ajajajajaj! Pippal! Mi ez a tömeg itt előttem? Hát ahhoz képest nem is volt az olyan rossz. Nézzétek meg, nem tudom. Oké. Mutatjuk, hogy felszántam a pályát a győzelem érdekébe, de ez nem hangzik túl jól egy versenypályán, nem? Jó az. Nézőpont kérdése. Új! A pálya első szakaszát szépen átfűztem. Mondjuk úgy. Végén jön, sem mentél? Mindenhol voltam, csak a pályán nem. Ja, az egy konyart elrontasz utána, mindegyiket elrontasz. 180 fokot is toltam. Vagy csak az olyan, hogy néha így azért találkozol a pályával, tehát majd a versenyen, aki arra jár, ezt azért kilököd. Biztos. Az simán. Legyen valami izgalom. Mások is. Ja. De ilyen kedves ember. Ez Endurance-on jó. Mármint hát a tényleges Endurance-on, amikor több kategória is van. Kibé lesz 90 percet kijelesni? Biztosan nem. Daytonában így, hogy épp hogy kibírta a Benz 6. Ja. Igaz, Jani? Te erről tudnám esni? Igen, igen. Nagyon is. Janika, maradon, jól? Basz. Ja, tényleg. Ott volt a ideg összeokkal. Legendás. A régyzelés. Most azon nem bukhatok. De érzem, hogy máson fogok. Tegyék meg tippjeiket, kedves nézőink, hogy János mivel fogja elbaszni a mai versenyt? Nem fogja elbaszni. Mivel nem? Erre kellene tippelős játék, Jani. A verseny nyertesei között a világ legrövidebb könyvei válogatásból a Fegyveri János életem csapatfőnökként szívük egyre sorsaiként vagy csapat, vagy azért versenystratégaként. Hogy számolj vízomat? 6 tizedet kaptam az első szektorban. Hát ne így. Szerintem le akarják őt igazolni a Ferrari. Hát annyit tudnék, mint ők! Kiálljunk a plusz egy pont. A végén. Nem kell. Hogy nézne Atti? Vigyázzál, Jani, mit mondasz, mert... A végén leigazolnak. Végén leigazolnak és beégsz. Róma meccsen volt egy olyan, hogy a néző oda kommentelte, hogy hát ilyen gólt ő is tud rúgni. Aztán behívták valamelyik meccsre.
Persze stoplist nem adtak Csórinak, szóval csúszkált a cipőbe. És nem tudott gólt rúgni. Jó, az hozzáteszem, hogy szerintem két bal láb volt az egész csávó. Hát most lényeg. Volt olyan hülye, hogy elment amúgy? Mit? Látod. Milyen jó kis vlogot tudnál, Jani? Uh-huh. Road to Ferrari. Nem, a Jani így arról vlogolna, hogy ez igen, a Ferrari ismét remek stratégiát alkalmazott. Hát én se csináltam volna jobban. Remekül alkalmazták a csapatutasítást, remekül nem álltak meg a felesleges plusz pontokért. Nem alacsonyodtak le a plusz egy. Igen. Megmaradt a tekintélyük. A legnagyobb lemaradásom eddig. Jaj, bocsánat. Egyébként nem voltam benne biztos, hogy a Gasly meg fogja tudni csinálni. Akkor nagyon röjöttem. Hát épp, hogy meg lett. Épp, hogy lett csak meg neki? Hát egy tized, azt hiszem. Egy tized, de... Nem áll. 1,2 kapok. Tudtam az a csávó, mit csinál? Meg. MotoGP jobb volt. Én nem akarom állni amúgy, hogy a Gasly egész eddig tök jól ment. Most meg így semmi, elfelejtett az F1. Nem olyan könnyű elvileg vezetni. Meg tényleg ennyire bonyolult az a Red Bull? Na jó, de ezek életükben, egész életükben autókat vezettek. Hát jó. Az egy elég tré. Baki mögöttem. Nézzünk meg egy olyat, hogy... Ja, nincs Car Select. De lelépek. Mi az, Jani? Semmi. Problem. Kér tanácsot Binottótól. Álljon. Megsértettük és elmegy. Ja, most hívja. Ja, most hívják. Giorgio Hegyván. Hegyivari. Hegyivari. Jaj! Hegyivari. Mi történt, Bika? Nem arra van a pálya. Ciao, Binotto! Észrevettem. Grazie. Grazie. Tutti frutti. Ez? Macaroni. Meg cavallo. Jó van, téged is felvesznek. Tolmács. Fiorentina, 0-0. Gorlami. Mi a Gorlami? Buongiorno. Baszik, nem tudok gyorsként futni. Jajisten. Olyan a trögek. Jani, jó, hogy elindítottad a streamet. Ugye? Az igen, kirakott. Car Selectet akartál? Ja, de várj, időmére nem is lehet. Selectek. Selecto? Két ellen. Car Selecto. Francesco. Ez kész. Mi van, Pink, hova mész? Nem lehet így menni, bassz meg. Kész. Ő volt, aki a legjobban szórakoztatta a nézőket. Micsoda? Hát a tévében ment Amerikónál szerintem. Pont azt mondta, hogy ő volt, aki a legjobban szórakoztatta a nézőket. Szerintem ők már csak egymás nevetésén nevetnek. Van még olyan?
Ajaj, kezdődik. Én kimaradtam egy körbe, már nem ért. Nem baj. Engedd el. Amíg tudod. Basszus. Jaj. Az meg ezt a kurva hosszú egyenes ráfajzott egyszer, nem tudom. Olyan, ahol kormányzott ott az autó. Az meg! Miért? Miért ennyire? Ficán. Jaj, mennyi Amerikó? Jani, azt mivel futok? Hogy mivel? Hát azt a kört. Hát az egy időmérős kör lenne. De milyen szettel? Ja, amit írtam a csoportba. Nem, az, nem azt, amit te küldtél. Few hours later. Akkor a C nevű setup-val, Jani? A C setup-on itt most nincsen A, B, C meg ilyenek. Az most elmarad. A csapat az nem eléggé felkészült, hogy le... C. Melyik setup-val? A! Hát körülbelül egyébként... Igen, hát nem hiszem el. Miért nem tudunk ezen a pályán inkább? Elküldjem? Hát te csak annyit állítottál, amit fönn írtál, egy dolgot, akkor igazából mindegy, mert nem tudom. Vagy állítottál mást is? Nem. Akkor kb. Mindegy. Hát itt az aura, pak is nem számít, úgy látom. Azzal a felszerelés csomaggal, amit írtál, igaz? Igen, de most más próbálok. Úgy látom, tök mindegy. Ami ezt hagy? Aftershame? Én vagyok. Én vagyok. Próbáld ki. Jó, az hadd hallgassak. RTL. Tudományos, fantasztikus. A reklám megy a streamembe akkor. A YouTube le fogja tiltani. Akkor PRL. A gyógyszer része is a New Jersey. Nem jó. Az igen, Jézusom! Az driftolt a javából. Ez nem jó. Ki előzött még meg? Ja, Gabi.
viselt pont előttem. Ezredet kéne javítanom, csak a csehethez képest. Hát a harmadik helytől meg 544 ezred vagyok, többiek meg már egy másodperc. De hogy lehet egy másodperc? Hogyha a freaket vertük előző versenyen. Időmérőn. Épp, hogy tudok javítani. Jaj! De jó jött ki. Jó. Nem, meg ez már szinte a max. Tehát ennél már jobban nem, ne, gyorsabban nem tudok menni. Jó, jó. De miért? Hát van két lehetőségem még. Nem. Szomorú. Szomorú. Mitől változott volna? Hát mondjuk Jani, hogy reklámozod. Csinál.
Én azzal reklámozom, hogy közvetítem. Csinálj olyat, hogy aki tehát felhívásodra kezd el szimpózni, jönni a versenyekre, az kap tőled setupot. Meg taktikát is. Akkor még azok is elmennek, hogy az a prémium, azért támogatni is kell jönni. Vagy van ilyen, hogy a, bemondod a nevét a streambe, érted? A kis támogatói. Azt kell csinálni, hogy 2021-es Forma 1-es moddal mehet. Aki indul ezen. 2022-ben. Nem, hát előre kell. És a Mihelis is ott lesz a Zengős Ferrari. Zengős Ferrari. Jaj. Ha hoppa, siet, társvérem! Hát nem látod, hogy kurva lassan megy? Na, azt ez meg lassan. Hagyján, de pont előttem kellett csinálni a balhelyet. Na, itt valami van a setupban. Nem mentem a rázókőre, össze-vissza ugra. De a frik az irányba tett egyből. Aja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 j
hogy mondjam. Jó, borzasztóan alakul. Beláthatatlan kanyarok mindenhol, érted? Főleg így este azt tudom, hol fogok kilyukadni. Hol volt most, amin a tizért Amerikum, hogy milyen az aszfaltja? Szebrig? Ja. Na jó, hát azért annak tényleg kritikán aluli. Nem nagyon zavarja őket. Hát hidd el, szerintem őket zavarja. Igen. Lehet. Mondjuk ezt a kínai pályát is néztem most a Forma 1-ben, ez is olyan furi. Kínai. Hát kicsi kínai. Milyen legy? Pócsó. Na, menjünk 15 perc forma. De hogy bazd meg, ott van hátul a... az egyenesen ráfordulnak a hosszúra. Kapok 1,2 másodperc. 60 ezres relátó, hogy egy fűszál nincs ott. Ez olyan gáz. De kell ott mindenhova forma. Baki, halk vagy. Nem baj. Legalább nem szuszogok. Ez egy célzás akart lenni nekem. Nem, egyébként nem tudom, mi van a Discorddal, de míg a TS be lehetett állítani rendesen, hogy ne vegye fel a szuszogást, a Discordot egyszerűen esélytelen. Kérdezz meg, Amerik. Akárhogy állítom a kis csúszkát az érzékenységgel, meg az ilyenekkel, hát vagy belehallatszik minden, vagy igazából a mondatomnak a fele eltűnik. De igazából nem hallottam én azt. Golden Buffalo Pirouette. Azt mondani, mit? Ja. Jó, még boxot sem néztem. Mennyi azért? 10-15 perc? 15. Grat. 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 Na, Grat. Grat. És ki lesz majd egy boxba a másikkal a mai versenyen? A 12 fős mezőnyben. Itt én fogok kibejárkálni. Gabi biztos, hogy úgy fog állni, hogy ne tudjak rendesen. Milyen hűtők kellene? Azt megírtam. Víz meg levegő, vagy fék. You don't say. 71 kör lesz. Igen. Ezt nem biztos, hogy átgondoltuk mi rendesen.
Egész. Igaz. Igen. Mennyi benzin kell összesen? Jó, tudom, hogy kell állni. Megírom. Mennyi? 1,70? Mi? Micsoda? 1,70. Ez esélytelen. Nem annyit fogyaszt? 1,77? Nekem 2 kell. Kettőt. Ja, akkor csak most ír ki hülyeséget. 2, és mit mondtam? 72 kör? Én 145 litert számoltam nagyjából. Szerintem az kevés. 158 az inkább. 165. 1000. Vagyek kevesebb kétszáz, szevasz. 1 100 000. 200-a biztosan kibírjuk. Annyival biztos. Napil! 150. Ja, hát nem tudom, ez elég fura. Egykora a különbség. Hú, teli tankkal jó fos. A versenyen, hát nagyon neccesek lesznek ezek a kanyarok. Szép kilátások a versenyben. Valakitől nagyon visszaállunk minden. Csak a szokásra tudod. Én vagyok. Aha, tudom. De mit hallatok? Kormány. De mindegy. Igen. Mindenféle beszélgetsz. Kormány a helyén van, csapataink harcban állnak. Ja. Valaki próbálta már az egyes szektort szélárnyékba? Kika, itt vagy? Második setup lesz? Na, ott már megy a B setup, meg a C terv. B terv, a C elindítás. Ennyi. Kell nézni, mi a C. Hány liter lesz? Hogy hogyan ne basszuk 150. el a D-ben? Annyi? 150? 55. Ja, mondjuk legyen 105.
Igen. Az igen. Jó. Akkor... Oké, kéziféken van. Az. Furi lenne ezen az autón. Gumit cseréltünk a 60 perc? Meg nem cseréltünk sem. Ki se álltunk. Hát valaki igen. Nem. Valaki nem állt ki, mondjuk. Ebben nem menjünk bele, mert kényestél. A rázót nem szabad megfogni. Re. 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 Hűtép azok jók, ahogy vannak? Rintam, igen. Jó. Jó, nézzek egy boxot. Viszonylag elején leszek, oké. Jó, rövlenek egy rövid szünetre. Mindjárt jövök.
No. Visszatértem. Van még hátra. 4 perc. Ja, még a rajtot. A rajt, hát tényleg, azt még meg kell nézni. Na, de menjek. Miért? A hátsó egyenesben majd megnézem. Bocsi! Semmi. Na. Amik itt kicsit lejteni fog. Hát semmi extra nincs benne. Ahogy elnézem. Egy kis kuplongolás talán nem árt neki. Talán itt. Nem. Az egyes 120-ig megy. Egyes fokozat. Hát érdekes. Még nem sokat fogunk megtenni az egyes kanyarig. Re. Na, ezt muszáj kuplungolva megcsinálni. Jó, másfél órás verseny, nem mindenki van hozzászokva. Ilyen hosszú versenyhez, úgyhogy talán ebből táplálkozhatok, hogy ugye erre alapozhatom, hogy esetleg előrébb keveredek majd. Még csehet az jó endurance-os. Nem tudom. Meglátjuk. Érdekes verseny lesz. Na most bal a szélárnyékába. Bala? Barna? És tényleg nincs ezen a foson kézifék? Hát hogy lenne? Hát hogy lenne kézifék ezen? Hát valamilyen rögzítőfék, hogy elindulás ne guruljon. Tégla. Láb. Ezek repülő rajtból indul. Mondjuk ez is igaz. Hát jó, akkor mi gurulni fogunk. Ez egy napánál. Daytonánál biztos nem lehet. Bocs. Ahol még fel. Jó, csak itt az a baj, hogy előre gurulsz, hogyha jól néztem. Mert ha még hátra gurulnál, akkor az egy dolog. Azért nem büntet, de ha előre gurulsz túl sokat, akkor büntik-e? Hogy tegy egykor ma utunk pajani? Hogy engedd el. Hogy mondod? Bele meg van zavarodó a dolog. Javít. Ja, van valami bug benne. Ja, igen. Yeah. A visszajátszásba? Vagy hol? Mindenhol. Nem. Az élőbe is. Induljunk. Ja. Gyerünk. A Janiban van a bug. Bugi. Igen. Az X. Benne van az X. Meghalt a nagy suvidubi.
Ez akkor jó volt. Jó, ez jó. Most is. Ez örök zöld. Ja, azért nem az megy. Az a fenyő, nem te. Fenyő nélkül nincs karácsony. Ennyi. Fú, pont a mezőny közepéről indulok. Hát dobja. Mit? Átdobott? Nem. 100%-os radiátor tép, akkor az a legnagyobb, vagy a legkis? Az a legkis. Szerintem az a legnagyobb. A no tép az így leragasztva. Ó, az. 100% az le van ragasztva. Ó, hát lesz, ami lesz, be van állítva, kész. Itt. Boxba tudod állítani a hűtőt. Ja, ott letépkedik róla a ragasztó szallagot. Milyen sok buffalós. Ezt akartam mondani, hogy bazzeg, csak buffalós autót látok körülöttem. Olyan, mint hogyha az RCMK-ban lennénk, ott is volt 12 autó, nagy része meg egy design. Hát igen, látszik. 12 autó és a Gabi. 10 kicsi indián és a Gabi. Nem tudjuk, mit csináltak. Jó lesz a Facebookos kép. Ja. Buffalo csapat tarolt. Mindenki buffalós akar lenni. Megvette a macskákat. Életlenül vezeti a bajnokságot. Macskák feladták. Átigazolás volt. Buffalóra váltottak. Nézzük, ott kérdés, mert nálam mindenki részik. Állam is. Hát akkor épp nem buffalós lesz a Facebook kép szerintem. Ajaj. Akkor abból a szempontból viszont gáz, mert ti vagytok a harmadikak csapatban, nem? Hát ezért kell nekik a segítség, hogy ilyen sokan menjenek, hanem maradva. De jó lesz az első egy-két körhideg gumin. Tényleg a saját autóm ellen kell versenyeznem? Igen. Chad, mit csinálna most? Saját magad előtt közel, az nem olyan nagy gond, nem? Ja. Majd összeveszek magammal. Hajjaj, hát szurkoljatok, mert ez nem lesz egyszerű. Van még kanyába is rajtolunk? Tényleg úr. Jó szórakozást, jó szurkolást. Óvárról? Ó, Móvárról. Na go. Hát nem úgy rajtoltam, ahogy szerettem volna. Ajjajjaj! Ejj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 j
statusztam véletlen, vagy hát leblokkolt. Ne haragudj. Nem baj, én basztam el. De azért Bika, te vagy a hibás. A magyar fiú elszállt. Jaj, ne. Hát, ennél jobban nem tudtam már megállni. Csak megcsúsztam is pont feléd. Igen. Yeah. Szélrányék, az szépen meghúz. Már csak 70 kör van.
Jó, most oda vissza fogják előzgetni ott elől. Az szép. Menj majd belül. Ajaj, ugod, Fülöp Robi. Ah, köszi. Nem akarlak feltartani. Pedig simán megtehetted volna. Majd ha lekehezzel. Ah. Hopp hopp, első kanyar, figyelem. Hát közelebb kell kerülni Cserthez. Talán nem fog túlhevülni az autó, ahogy nézem. Ajaj. Jaj! Az necces volt. Már a hatodik? Hogy? Hát elég nagyot pörgött pedig. Freak. De marha jó. Azt hittem, hogy a 11. vagy hanyadik, aki így hátrében.
Hát én nagyon fékítők. Az baj, itt lemaradok, de hát itt... Persze, hogy lemaradok, hát húz le a szélárnyék az ívekről. Most már itt van mögöttem, persze. Egyesen sokkal stabilabb az autója. Elég négy éjszakos ez a gumi a kocsin. 300. 3%-ot kopott. Aha. Sőt, valahol még csak kettőt. Én nekem volt egy keresztbe forgása. De cserébe legalább nem is nyomod neki. Beálltam egy 18 valamennyire. Nem rossz. Ez egész jól jött ki.
belaggol. Semmi. Oké. Okay. Jani, meg, hogy csak klik. Nagyon jó. Biztos nem mi az internet. Biztos meg én bekapcsolt a falunnet. Ja. Falunnet? Azt a kurva, de nincs tapadás szilárdnyék. Huszonhárom a pingem. Hát magadnak lehet. Jaj, kapaszkodjunk előre, gyerünk. Nem mindig, az előbb csak amikor közel voltunk egymáshoz, akkor... Cheat mode is on. Ja, tudom. Nézzük, éppen nyomkodjak. Na most egy kicsit laggoljon be a Jani. Ja. Most egy kis lóerő. Fennlag. Ne. Most lesznek megelőzve. Habár egész jó volt a kigyorsításom. Nem lesz elég közel. Oké. Okay. Jó, kis Balázs viszont megelőzte. És nagyon jön a magyar fiú. Úristen, hát... Sokkal stabilabb az autója, ne vicceljünk már. Na, ezt még nem közeledik. What? Ennyivel nagyobb szárnyal menne. Érdekes. Akkor nem csodálom, hogy így megy. Majd belekényszerít valami hibába. Sárga zászló. Mi? Csárd meg Fergot. Thank you.
Ja, mi tudod, hogy kisebben vagyunk. Mehet visszafelé? Tessék? Mehet visszafelé? Szerintem visszaelőzöm, mert nagy kisebb a szád. Hopp! Nagyon jósom. Bocsánat, vigyázzatok! Egyszer már Gabi drontot. Adhatna szél elnékot. Én már a nap, ilyenkor nem látok sem. Ne sárga, lekékezted az egészet, fasz. A Freak nem tud mit csinálni. Az baj, hogy ez arra fogja őt kényszeríteni, hogy valami nagyon extra helyen előzzünk. Extrém helyen, bocsánat. Nagyon rossz helyen jött a lővi, a kék zászló, nem tudtam elmenekülni. Engedtél volna hamarabb? Hát még nem volt kék. Mondom, a kék ne engedlek, aztán pont belejöttünk ebbe a kibaszott csiki-csuki szalmi. El akartalak, csak... Sose forogtam ott még, meg most megforogtam. Egyszer mindent el kell kezdeni. Hú. Ez. Lekapcsoltad a lámpát? Hogy jó volt ez?
nem szólal meg. Ez jó lesz. Ajja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 j
4-es. Ez majd nem fogok olyan szorosan mögötte maradni. Főleg így. Ezen a pályán egy több kategóriás Endurance-ok tehát. Remélem Gabi egy kicsikét majd megfárasztja, és attól a Gabi is belassul majd. Baszd meg! Nem hiszem el. Hoppá. Csúnya féknyom volt az a falba. Megsántultál? Ennyi. Szárnyom el. Ben. Látban nem tudom. Jó, de ég nincs. Nincs. Nyom! Nincs a szárnyad, ha jól láttam. Igen. De most ha így tudsz menni a tankot felé? Talán. Csak kérdés hány óra, mire megjavítják? Sok. Hát... Másik érzés, hogy ki akarom-e várni. Hát miért, hát most tudás nyújtasz. Elvileg 76 szek. Nem tudok. Thank you.
Robi is jön mögöttem szépen. Mert ő versenytempóban jobb így, tényleg a nagyobb szárny. Csak hát a jelenésben megép, hogy Frick is így hibámból profitált igazából. Fég nyom volt. Minket mennyire vannak megtankolva, az is jó kérdés. Ismét én. Meg én is. Barna. Nem féles az. Na, most buktam két másodpercet. Hát neked kaptik. Hát, elvileg, ja. Kiment össze, mert maradt éppen a cucc. Ripper buddy-t nyomtam neki elvileg, de... Kicsit koronat kell benyomva, hogy végigbírja. Azért nem akarok most kérni, nem tudom, hogy kell a kereket cserélni, bár két lemben nagyon jól bírják a gumik. Hat szekre vannak, hát a Kogabi is jó tempót megy. Most hát jobbat, mint én. Köszi. Aj, Robi nagyon jön. Egyébként éjszaka szerintem jobb menni, mint ilyen szürkületbe, vagy ilyesmibe. Ilyen naplementében, nagy nyugtában. Megint sárga, de miért? Jobb oldalon menj. Köszi! Ilyesmi.
Pálya? Kicsi a szárnyam. Nehezen előznek meg, de a megelőznek vége. Nagyobb szárnyal kellene menni. Stabilabb legyen. Nem tudom, azt tudják állítani? Hát éppenséggel tudják, de... mindig maradok ennél. Fék remélem bírni fogja. Nem tudom, mi az optimális, ilyen 700 fokig megy. De hosszú még a verseny. A középső szektor az nagyon nem tetszik ennek a pályának. Ezek itt kanyarok, ezek itt... Play! Ez a kérdés, és valós, hogy meddig lehet kiengedni, ugyebár? Ájj, jön a Robi, jön a Robi, ujj! Remélem, könnyebb az autója, mint nekem. Gabit megelőzte. Vagy ronthatott, ki tudja. Két másodperccel közelebb is kerültem. Hát... egy kört elmenni rajta jó, de versenyezni, hát ott előzni, hát itt ez marra nehéz. Itt. Ha. Akkor a tempó előnyöd van. Most kíváncsi, hogy Gabi lassul le vagy sem. De az a baj, hogy jobb a tempója, mint nekem, szóval kétlem. Kicsit megúszott.
290 a Robi. Dobogó nem lenne rossz. Hát egy fél másodpercet hoztam rajta az elmúlt körökben. Hát ez a kör azonos. Még a legjobbamhoz képest alig vagyok elmarad, de hát kevés az ide. Emelni kellene a tempón. Valaki
mondjon egy viccet, mert ugye a nézők elpártolnak tőlük. Hát... Hittet? Ez az Jani. Ja. Jani koncentrál. Egyetlen nézőjével. Ja, beszélsz a nézők közé, Jani, mert ugye kurva unalmas egyelőre. Persze, szoktam. Reagálok. Vagy ez rajt nincsen visszapörgetés. Írjanak a nézők vicceket. Ajaj. De szigorúan csak motorsporttal kapcsolatos na, viccek jöhetnek. Megfenek lett a stream, azt hiszem, hogyha a nézőktől várjuk a fénokat. De jöhet, jöhet. Most ezzel ennyi lenézted a nézőket. Nem, olyan itt néztem le, hogy nem lehet elég jó kontentet generálni. Elég annyi, hogy Ferrari, és ez egy favic. Ez egész vicc. Remélem, hogy az. Ez komolyan gondolni, ez egy durva. Fél idő van. Egyszer volt, hol nem. Gonosz, Ross Brown. Ó, baszd meg. Ne, Jani, ezt ne kezd el. És ördögi csatlósa a Demon Hill. Egy, jó. Szerintem plagizálsz. Igen. Micsoda? Milyen kanyar? Kinyi kanyar? Jaj! Kinyír kanyar? Ó, nem jó ez, mert nem fogok figyelni a pályára. Hogy hívják a kínai autóversenyzőt? Kinyír kanyar. Kinyílik, ez béna. Az alapnak jó volt, kedves nézők, ennél jobbat várunk. Acsinkul. Gyere! Jövök. Elég gyorsan. Ez van. Már megsínylett a versenyt az technomac. Technomaci. Nekem mondod? Hát bakti, neked ladonás súlyautód van, nem? Hát most már igen. Húha. Mi ez a sárga? Hop, úcsó kanyar, figyeljetek majd. Hol? Ja, oké. Okay. Ez megint barna volt? Nem, tudom. Igen. Felepróbik kiállt a boxba. Érdekes. Mondjuk nem nagyon tud elém vágni. Vagy hát mondjuk ki tudja. A 37 másodperce van. Vagy gomiás sok idő, míg felrakják. Robi, most mi a box? Jó, nekem még van 20 literem.
Csak 89%-osak. Mennyi lesz a liter? Hello Máté, szia! Mennyi kell a végéig? Ha. Nem, én még most... De 70? De 75. Jól, elég nagy verseny megy itt. Talán dobogóért megy a csata szerintem a verseny végig számomra. Basszus. Nem jövök ki a boxba, mit akarsz? Jelenleg Robi távolodik el tőlem, az nagyon jó. Ő már volt kint a boxban.
Kis Balázs, kiállsz? Cseh Tamás is kiállt. Te bogsz bicsőt. Aha, most se vett ki. De mennyi volt neked a kijelő? No. Nem lesz sok. Csak tankolt-e? Nem jól álltam be. Jövök. Ők viszont cserélnek kereket akkor. Érdekes. Biztos meg fog előzni. Vagy többet tankoltak? Nem hiszem. Bocsi. Fölött, hogy 10 másodperc van.
Gabi most állt ki. Nem jött ki. Köszön, hoztam rajta elég sokat. Jaj, húzzál szélárnyékban. Kicsit le tudod nézni, hogy minden recsenésedet halljuk. Persze. Mindjárt. Mert közben. Mindjárt olyan recsenést hallasz felre. Mindjárt felérek a legyenesbe. Menjél! Jaj, Freak szinte letúl a pályáról. Ne! Hello Bertalan, szia! Kb. Nem tudom mikor jelenik a RF2, de kb. Mostanra jöttek rá, hogy még hogy... Én hagy a gumit, hogy? Hát hogy dál sem megcsinálni volt, tehát ez a gumi, ez vett. Érthetően kopik. Jól lehet érezni. Szép lesz. Jó, mennyi. Ó, 17-re van Fülöp Robi, tökéletes. Vagy le kellene követnem azt, amikor a Freak megelőzi a Zimmer Gabit. Thank you.
Jani, te voltál már? Volt. Azt a furva. Voltam, igen. Csatározás folyik itt. Nézzem, milyen jól kigyorsít a freak, hihetetlen. Hopp, most. Nem. Júj! Az durva volt. Mondosan csúsztatja az autót, érted? Sárga zászló. Mi volt, Baki? Elment a fara. Miért ne? Hú, srácok. Hopp, na most. Jajajajaj. Szép csata. Jövünk, Bak. Jaj, ezt a mindent. Oké. Az már nem olyan jó kigyorsításom, hogy szorosan ott maradjak mögötte. Ajjaj, na, ott meg lesz most. Hopp, kívül tartja, ajjajjaj. Én abszolút nem akarok kockáztatni. Szép. Thank you.
Nagyon jó. Ne! Oké. Haj, baszki. Túl sok volt már a lendület. Kéne ennek világosítani. Szasz? Csak mondanod kell. Hm? Csak mondanod kell. Ja. Vagy nincs annyi tempó köztünk. Visszaérjek rá. De rossz az autó. Én nem ad kéz zászlót. Mert én le vagyok maradva mögötted. Körrel. Mi? Ja, te vagy? Gabinak jól elkoptak a gumik, hogy mi van vele? Ez jó, ez szép, köszi. Muszáj voltam, mert... ...zét... Kézzel nagyon rossz a gumi. Mennél? Hát... Köszi. Nekem se előre, se hátra. Hát nekem se, igazából már csak... ...tanulom a pályát. És akkor meg miért nem kapod neki? Mi? Na, most még nem kapom. Ezt sikerült megoldaniuk már. Most talán kör kezdetéig nem kapom ilyenkor, hogyha kört veszek vissza. Legalább egy szektorig vagy valami. Nem tudom, hogy sikerült belefejleszteni, biztos rakétatudomány kellett hozzá, de sikerült kik. Nekem még kell a lámpa. Kell jönni. Jó. Thank you.
Nem tudom, Jan Gabival, mennyi idő van még hátra? 14 perc. Ö. Jézusom, Tim Gábor kört ad nekem? Azt a mocskos. Az durva. Na, menjél. Az komoly. Igen, magasabb szárny volt a jó. Az igen. Rázókövön. Elő. Jézusom. Kösz. Ó, bazd meg! Ne! Na, jövök Gabira. Gyerünk! Hallottál? Mondom, nem látok semmit a tükörbe. Azért mentem le az ideális évről. Nem hallottál. Meg nem tudtam, mit csináljak. Ja, ezt fikáztam. Csúnya pillanat. Jó. Érkezek, Amerikó. Hm? Ja, jössz. Ezt nem hiszem el. Hallod? Megmutatod? Igen, de ezt nem vagyok hajlandó letölteni, mit csinálj? Hát akkor kizárt. Lehet. De még nem engedted el, mert ezzel szeretetted volna. Hát mikor engedjem el? Hát egy csomó idő volt ön mögötted.
Hát basszus, jön Jani. Hát... Hát így meg már elmegy a Jani. Kéne találjuk már ezt. Nekem is muszáj volt elengednem őt, mert egyenesben meg nem tudott volna elmenni, ha nem veszem el. Ezért szembele 90 percet vagy meg. Komolyan. Húzdaság. Csehet mögöttem, na már. Egyébként régen ez úgy volt, hogy kb. 3 kör, nem? Mi? Most mi a faszért adja be fél kör után? Nem, sose volt. Nincs tudát, kék zászlót azonnal beadta. Nem az, hogy bajra megy. Fél kör volt elleng. De egyébként írja is, amikor izét már nagyon a határon vagy. Figyelmeztet is, igen. Amikor figyelmeztet, akkor félre kell állni egyből. Igen. Utána nem sok időd van. Régen az volt a szar, hogy nem is figyelmeztet, csak megkapod. Jadra ne próbált haladás. Igen, talán. Lökjél Janit, aztán gyorsan megy. Yeah. Ügyes cica, nyugodt cica. Most már csak végig kell menni, nyugi. Tökéletes lesz ez a harmadik hely. Azért érezni, hogy a gombik nem valami ok. Öt perc van. Hangok ezek a helyzetek. Ja, Robi ott van, csehet mögött szorosan. Uh-huh. Balácsunk így mindegyik közel. Miért van az extra beállni?
Azért másodperccel azért van gyorsan. Kijárat után Baki fekszik. Keresd. Már nem. Jani, hogy 23-ra vagy? Hát, ezek a gumbik már nem az igaziak. Sajnos nem elég hosszú a verseny. Köti Endurance? Hosszú a verseny. Honnan érem utala Janit? Ja, messze vagy. Kellett volna megforogni. Én is forogtam. Messze vagyok, hát körönként azok egy ceket. Akkor majd én fogom most mondani, hogy Tomika marad. Jó. Nagyon rossz már. Csába, azt hittem ez már Jani. Nem. Csak az Amerikó. Hát így nem lesz meg. Maros Gergő veletek van? Ja, nem, Racing Spirit-es. Igen. A kevés az üzemanyag? Mert hogy? Hát csak menjünk át a célvonal még. Nem kell. Cruzoló se vetted itt a végét. Már fáradt vagyok. Ja. Egyem a kis szívét. Ki jön? Jön már. Rább pusztában ez egyenesben is nem lassított. De már vizét sápítozom. Nem hiszem el. Hello. Háromszer. Nem, már beért. Oda, hát azt mondom, hogy ennyire tudtam lehozni. Hát... Amennyit nyertem a taktikával, annyit buktam is. De lehet még többet. Hát, ja, nem tudom egyébként melyik volt a jobb.
Hát itt a végén. nagyon vészes volt. Ja, ott már nagyon sokat lehetett hozni. De az utolsó előtti körre futottam meg a legjobbamat, 16-4-et. Mm-hmm. Nekem 17-2 volt a legjobb. Mondjuk azzal az aero csomaggal nem is csodálkozom, Jani. Elökondom a low-val mentél, nem? De felraktam médiumra. Hát akkor meg valami nagyon alacsony szárnyal mehettél. Hát igen, az tuti. Bikát is mondom, el kellett vennem a gázt, nem tudott volna elmenni amúgy. Csak. Az elején basszus, arra kellett játszanom folyamatosan, hogy 7-10-re tartsalak magam mögött az egyenesre. Mert különben megettél volna. Akár volt a János most. Nem, most jó taktikán volt a János. Nem. A setup nem volt jó. Hát meg jó, hogy azzal mentem, amit leírtál. Ja, én is. Baki, neked tök is setupban inkább utána mentem a hülyeségnek megint. Legalább vezethetőbb legyen. Grat. És az, hogy van ezzel az autóval, ez volt az utolsó, vagy lesz még? Lesz még. Még lesz. Ha mindegyike három. Á, igen, csak az a baj, hogy én harmadikként is kör kaptam, úgyhogy... Hát mondjuk igen, ez a szomorú. Rabbi az ma én névert mindenkit. De most nem tudom, honnan jött amúgy. Ja. Úgyhogy az LMP3-mal előző verseny is jól mentél. Nem lehet, hogy te P2-es jöttél véletlenül? Kiderül, hallod, hogy a Gabiból kinézem, az meg így. Ja, bocs, P2-es volt. Amerika, hát én nem akartam azzal, én véletlenül jöttem azzal. Na mindegy, hát egész jó verseny volt. Harmadik helynek nagyon örülök, chat előtt végeztem. Úgyhogy ez mindenféleképpen jól jött ki. Holnap lesz Forma 1, nem szerdán, holnap, mert szerdán csütörtökön meg nem lesz, meg nem úgyis húsvét jön, meg egyebek, úgyhogy nagyjából ennyi volt. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a szurkolást, és akkor holnap találkozunk Forma 1-jel. További szép estét nektek, sziasztok! We'll be right back.